Kedves hallgatóság! Az előző előadásban a középkori tudomány általános helyzetét mutattam be, és most rátérünk a középkori matematikának az ismertetésére. Hát, pontosabban meg kell mondani, hogy itt nagyon kivonatosan nézzük. Valójában nagyon sokat lehetne beszélni a középkori matematikai eredményekről, de hát ez egy fizika történet kurzus. Úgyhogy itt csak azokra a részekre fókuszálunk, aminek aztán közel lesz a fizikai felfedezésekhez. Láttuk a bevezető előadásban, hogy a természettudomány forradalmát a középkori társadalmi technika és tudományos eredmények és változások készítik elő. De konkrétan a matematikán belül, amiről beszélni fogunk, azok a következő nagyon fontos fejlesztések voltak. A tízes számrendszerű helyi értékes számírásnak a kialakulása, a mai szögfüggvények kialakulása, probléma megoldási módszerek, algoritmusok, aztán az egyenletek itt jelennek meg, eleinte szöveges, aztán a végén a mai kompakt formában, és pontos térképészeti földmérési módszerek, őket is fejlesztettek a középkorban, ami nagyon fontos volt a későbbiek szempontjából. Ezek hatnak ki leginkább a fizika fejlődésére, és ezért ezekre fókuszálunk most. Az első téma, amiről a legtöbbet beszélünk, a tízes számrendszernek a kialakulása. A tíz a legtöbb ókori, szám leg leg legtöbb ókori számírásban kitüntetett szerepű volt, nyilvánvaló, hogy az ember újjainak a Száma miatt láttuk, hogy az egyiptomi jelölés, amit néztünk, az kifejezetten tíz alapú volt, de aztán a tízes különlegessége a görög, betű alapú számírásban is ott van, illetve a mezopotámiai számírás, bár az inkább 60-as alapú volt, de a 60-as alapon belül, meg a tízesnek a nyomai is felfedezhetők. Ami viszont fontos, hogy nem csak, hogy tízes számrendszer, hanem helyi értékes számrendszert használunk ma, és ide eljutni több évszázad, vagy inkább több évezred volt, hogy tízes alapú, helyi értékes rendszert használunk ma. Nézzük csak meg, hogy hogy alakult ez ki. Itt egy megjegyzést kell tennem, egy részben ki kellett egészítenem a Simonyi könyvet, mert az utóbbi néhány évtizedben fedeznek fel egyre több bizonyítékot arra, hogy Kínában már az ókorban volt egy tíz alapú és helyi értékes rendszer. Már az időszámításunk előtt 5. században is megvan ennek a nyoma. Simonyi, amikor írta ezt a könyvet, legalábbis a régebbi kiadásaiban még ez nincs benne, lehet, hogy egy újabb kiadásban már belevették de akkor is valószínű hogy kevesebbet írtak róla. Nos, hát hogy lehetett ezt elfelejteni? Sok oka van ennek, a, beszéltük, hogy az ókori eredményeket nagyon sújtja a felejtés, és Kínában például volt egy nagy könyv, hát egy nagy, meg több kisebb könyvégetési időszak, és emiatt nagyon sok régi kínai tudományos eredmény elveszett. De mára eleget tártak föl abból, hogy tudjuk, hogy az ókori Kínában eleint a nulla használata nélkül, ez volt igaziból az IE 5. században, tehát még nem volt teljesen egyenértékű a mai rendszerrel, de azért a nagyon könnyű ráismerni ennek a csíráira, szóval a következő rendszert használták. Nullának nem volt jele, az egy az egy pálcika, kettő kettő pálcika, így megy ötik. aztán 6 az nem hat pálcika, hanem öt pálcikát egy viszintes pálcikával helyettesítenek legalábbis a függőleges elrendezésnél, ahogy látjuk itt. És például a 8, az egy viszintes pálcika, ami mm, az ötnek felel meg, és három függőleges pálcikának felel meg. De létezett egy ö, fektetett változata is, aminél viszintes pálcikákból kezdenek építkezni. Hát itt ránézve. Megnézhetjük, hogy itt az elrendezésből következik, hogy most melyik esetről beszélünk, és kicsit máshogy rendezik el ezeket a pálcikákat, de azt hiszem mindenki könnyen el tudná sajátítani ezt. A helyi értéket kétféle módon fejezték ki. Nagyon sokszor egy ilyen számoló táblán levő rácsra helyezték a pálcikákat, tehát eleve kijelölt helye volt az egyes, tízes, százas, ezres helyi értéknek, és akkor el se lehetett téveszteni, hogy például ez a 231, az első sor, a második sor pedig az 5089. A nulla helyére nem tettek semmit, de ha egy rácson volt ez az egész, akkor, akkor látszott, hogy ott nincs semmi, és nem kell számolni. Másrészt viszont a kínaiak azt is használták, hogy váltakozott a vertikális és a horizontális ö, irány, és ezért, hogyha ö, nem számolótáblár rácsban helyezték el, hanem írásban, akkor például meg lehetett jól különböztetni, mondjuk a 21 az így nézett ki, bocsánat, rosszul írom. A 21 az úgy nézett ki, hogy a 20-ast az két vízszintessel írták, és egy függőleges, ez volt a 21. Ezzel szemben a 101 az pedig így nézett ki, hogy két függőleges pálcika, akkor lehetett tudni, hogy nem viszintes van közöttük, tehát akkor itt igaziból üres hely van, és ebből, lehet, ebből is ki lehetett találni, hogy oda egy nulla illene. Persze akkor vált igazán használhatóvá a kínai számírás, amikor megjelent a nulla egy kicsi kör formájában, ezt nem tudjuk pontosan, hogy mikor következett ez be a kínai számírásban, és ezért a mai napig is vitatott, hogy e, itt volt először nulla, vagy Indiában. Mindjárt majd látjuk, hogy az indiaiak vezetik be ezt a nullát. E, az biztos, hogy előbb-utóbb, tehát a, az időszámításunk szerinti 5. századra már használják Kínába is a nullát, és az sokkal egyértelműbbé teszi a számokat. Ennek különböző változatai elterjednek Ázsiában, így Japánban is használnak hasonló jelölést, és persze a kínaiaknak a bonyolult jeleikkel is megvoltak a maguk szám jeleik, amiket sokszor használtak, amikor a végeredményt lejegyezték, az kevésbé volt hamisítható, mint egy ilyen pálcikás jelölés. A mai napig is kutatás alatt van, hogy a babilóniai, kíniai, kínai és indiai számjelölések egymással milyen viszonyban vannak, ki kitől milyen ötletet e, vett át. Sajnos erről a korról keveset tudunk, és még az is elképzelhető, hogy mondjuk teszem azt a kínaiak, a babilóniaiaktól vették a helyi értékes ötletet, ugye a babilóniaiak már nagyon régen használtak helyi értékes rendszert, csak a kínaiak leegyszerűsítették, hogy nem 60-as, hanem 10-es alapon vették. Nem tudjuk. Nem tudjuk ezt. Kiderül. Reméljük, hogy előbb-utóbb kiderül, hogy pontosan hogy van. De mutatva azt, hogy a kínaiak mennyi mindenre használták ezt a pálcikás jelölést, itt jobb oldalon láthatunk egy Yang-Hui háromszöget az 1300-as évekből, így nevezték ezt, ez Európában paszkál háromszög néven terjed el, valószínű, Blaise Pascal magától fedezte ezt föl az 1600-as években, tehát 300 évvel később, mint amit van, de valójában ugyanez, ugye itt 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 vannak, azonnal le tudjuk olvasni a kínai jelekből is ezeket. Aztán itt már lentebb vannak két jegyű számok is, azon el kéne gondolkoznunk, hogy mik azok a számok, de azért ki el tudnánk dönteni. Szóval nagyon fejlett dolgokat számoltak a pálcika számolással Kínában. De a mai tízes számrendszerhez nem annyira központi szerepű Kína, és most akkor visszatérve a Simonyi könyvnek a haladására, haladási sorrendjére azt mondhatjuk, hogy a mai rendszerünk őse ugye Mezopotámiában van, 60-as tízes kevert rendszerbe, aztán Archimédésznél fölvetődik a tízes helyi értékű jelölés ötlete, sajnos nem dolgozza ki a részleteket. Pedig biztos ez a nagy tudós nagyon sok mindenre ment volna vele egy mai számjelöléssel. Indiában az időszámításunk szerint második és hatodik század között alakul ki a mai tízes rendszer. Ott kezdik el a nullát igazán következetesen használni, sőt, ott már a nullát számnak is ö, tekintik. Aztán, a, ahogy mondtuk, korábban, az időszámításunk szerinti 7. századtól kezdve az arab birodalom területén zajlik leggyorsabban a matematikának a fejlődése. Itt felbukkan a tizedes, vesz, a tizedes törtek ötlete is, meg hát egyáltalán Európa az araboktól veszi át ezt a fajta számjelölést, arab számoknak hívjuk a, ezeket ma is, és a mai formáját a tizedes törteknek 1600 körül népi és Kepler munkáinak köszönhetjük. Némelyik ö, állomásról mindjárt részletesebben beszélek, de itt jobb oldalt nézzük meg. Ez volt a legelső indiai ö, számjelölési rendszer. Ezek voltak a számjegyek. Az egy, az egy pálcika, a kettő, az kettő pálcika. Na itt vedődik fel, hogy esetleg ezt Kínából vették át, vagy, vagy Kína vett át innen. Én ezt nem tudom eldönteni, de kutatják. Láthatjuk, hogy néhány számjegy, Például itt a hatos már hasonlít a mai hatosra, de aztán később láthatjuk, hogy hol fölbukkannak, hol eltűnnek a mai számjegyekhez hasonló jelek. Az egyik arab számírási változat, a nyugati arab számírás már a legtöbb számjegyében hasonlít a mai jegyekre. Aztán a 15. század Európa számjegyeire már ráismerhetünk, majdnem mindre, talán a legkülönösebb ez a négyes jel, ami egy fél nyolcasnak felel meg. Ilyenekkel már találkozhatunk ö, több helyen, például a panonhalmi apátság kerengőjében is van egy régi dátum, úgy fölvésve, ami, amiben ilyen négyes van. Tehát ez e, ilyen számjelölésbe belefuthatunk ha régi épületeket keresünk fel Magyarországon és hát aztán a Dürer által kifejezetten szépre tervezett uh, számjegy készletet láthatjuk itt az alsó sorban. Volt ennek több állomása is, de ezek a legfőbb állomások, ahogy kialakultak a számjegyek. Egy kicsit beszéljünk az indiai uh, eredményekről. Az ötletet archimédésztől veszik, vagy Kínától, ugye ez az, ami uh, vitatva van. A virágkora az indiai matematikának 400 és 1200 között volt. Egy különösen kiemelkedő tudósnak, Brahma Guptának említe meg itt a nevét, aki a 7. században tevékenykedett. Részben az elődjeire támaszkodva, részben saját eredményeket hozzátéve, őtőle származik az első olyan mű, amiben a nullát következetesen használja. Emlékezzünk, azt mondtuk, hogy már Mezopotámiában az IE 5. században is megjelent, de akkor még csak ilyen helypótlékként használták, ilyen kényszerből. Nos, Brahma Gupta már egy teljes értékű számnak tekinti a nullát, definiálja nullával való műveleteknek a szabályait is, hogy például akármihez nullát adunk, az eredeti számot kapjunk, akármit nullával szorzunk, nullát kapunk, és a többi. De Brahma Gupta kezeli a végtelen fogalmát és a negatív számoknak a fogalmát is, és a mai értelmezésnek megfelelően értelmezi őket, és használja mindenféle számolás sok során. Például egyenlet megoldásokban, olyankor is, hogyha a kitűzés nem tartalmaz negatív számokat, a részletszámítások vagy a végeredmény lehet negatív is. De ide tartoznak függvénytáblázatok, erről majd mindjárt említünk valamit, vagy például máshoz fogú egyenleteket, lényegében a mai módszere oldott már meg Bráma Gupta. A Wikipédiáról loptam ezt a táblázatot, ez a mai tízes alapú számjegyeket próbálja összefoglalni több mint egy tucatnyi nyelv esetén. Hát valamelyik hasonlít a mi rendszerünkre, valamelyik nem. E, tulajdonképpen egy részletkérdés, hogy az egyes számjegyek azok azok konkrétan hogy vannak leírva. Itt a rendszer a lényeg benne, hogy hogy is vannak ezek rendszerbe foglalva. Eddig az egész számokról beszéltünk. Mi a helyzet a törtekkel? Nagyon sokáig a történelés 60-as alapú volt, mint ahogy ma is az óra perc másodperc jelölés 60-as alapú, ez ugye a mezopotámiai örökség. És nagyon sokáig az egészek jelölésére tízes alapot használtak, de a törtek jelölésekre, jelölésére fokperc perc másodperc jelölést használtak. Például mai számjegyekkel leírva, Tolemaios így adta meg a pi-nek az értékét, 3,8 perc 30 másodperc, amit átszámolva a mai egységek, mai jelölése 3,1416, ugye ott 3,141592 következik, tehát 4 értékes jegyig, tizedes jegyig megadta, csak hát nem tizedes törtben, hanem hatvanados törtben. És nagyon sokáig ezek a hatvanados törtek volt, szolgáltak a tört jelölésre. Van ennek előnye, például ugye, mivel a 60 sokkal több mindenre osztható, mint a 10, ezért mondjuk az 1 harmad, 1 hatod, 1 tizenketted is pontosan kifejezhető 60-ados törtekbe. Hátrány, nehezebb a műveletvégzés, máshogy kell kezelni ö, az egész részt és a tört részt, és hosszadalmas az ilyennel a ö, számolás. A mai tizedes tört alakhoz hosszú út vezetett. Az első tizedes törtek, amik azonban tizedes tíz alapúak, de nem helyi értékes jelölés voltak, ezek a kínai időszámításunk előtti harmadik századi iratokba bukkannak föl. Aztán a tizedes helyi értékes törtek ötletét, egy kimondhatatlanul hosszú nevű arab matematikus egyezte föl, én csak a végét mondanám a nevének, Alkasi-ként szoktak rá hivatkozni. Itt látjuk a teljes nevét leírva, nem vállalom a felolvasását, aki az 1300-as években vetette föl lényegében a mai tizedes tört, tizedes és helyi értékes törtnek a gondolatát, de egy bonyolult, jelölésrendszert használt, azért nem volt annyira kézenfekvő használata, mint a mai használat. Európában egy Simon Steven, egy John Napier, és egy Johannes Kepler nevű tudósokhoz kötjük a mai rendszernek a kialakulását. Ugye egyik angol, másik francia, a harmadik pedig, hát itt élt Közép-Európában, Ausztria területén tehát most én nem tudom, hogy milyen néphez kellene besorolja, azért akkoriban még nem voltak osztrákok a mai értelemben. Tehát ez a német nyelvterületről van Kepler. Nos, hogy is jelölték? Például a P-nek az elejét a 3,1415. Az eredeti Steven féle jelölés így jelölte, hogy betett egy bekarikázott nullát, ahol véget ért az egész részeknek a sora és ilyen bekarikázott számokkal jelölt, hogy hányadik ö, tizedes jegynél tartunk. Vagy nem bekarikázta, csak zárójelbe tette őket. Hát, szép, szép, de nem túl egyszerű. Vagy van itt ez a vegyes tört jelölés, amiből, mivel értelemszerűen 10 hatvány volt az alapba, előbb-utóbb kihagyták, és ezért alakult ki egy ideig ez a fajta tizedes tört jelölés végül népié már a teljesen mai jelölést használta erre, csak ő tizedes pontot használt, Kepler pedig tizedes pont helyett egy függőleges vonalkát tett be az egész rész és a tört rész közé, és így alakult ki a tizedes pont vagy tizedes vesző, és azóta is dühöngünk, amikor az Excelbe valami elrontja ezt, és nem ismeri föl számnak, mert rosszul van beállítva, hogy ezt most pontnak vagy veszőnek kéne venni, hát akkor az Európában lemecselhették volna ezt egyszer mindenkorra, de ebből a korból származik ez a dolog. Na de a negatív e, dolgon kívül azért ne legyünk annyira elégedetlenek, ez a fajta jelölés, akár tizedes pontot, akár tizedes veszőt használunk, ez a fajta jelölés, ez hihetetlenül jó volt. Elképesztően jó volt. Archimédész odadná a fél kezét érte, hogy egy időutazó elmagyarázná neki ezt a jelölésrendszert. Miért? Mert a tizedes törtekkel egységnyi idő alatt nagyságrendekkel több műveletet lehetett elvégezni, mint az ókori számjelölésekkel. Sok felfedezés olyan nagy számításigényű volt, látjuk majd Keplernél, hogy nem is lehetett volna megcsinálni a felfedezést, hogyha nincs ez a forradalom a számjelölésben. Lehetővé teszi az első mechanikus számológépek megjelenését, amik már a 17. században megjelennek. Tehát amint megvan a következetes tizedes-törtes jelölés, megszületnek az első mechanikus számológépek. Hát itt időhiányában nem tértünk, az ókorban is léteztek például abakusz jellegű, ilyen golyótologató szerkezetek, amik azonban nem voltak automatizáltak. Segítettek a számolásban, és kihasználták a számrendszer előnyeit, de azért az igazi mechanikus számológépekhez kellett ez a nagyon homogén jelölésrendszer. Valamint az, hogy nagyon egységesen kezeljük az egész részt és a tölt részt, és csak a tizedes pont vagy vesző tologatásával szorzunk-osztunk tízzel. Szóval ez azt is az emberek fejébe ültette, hogy a számok nem valami misztikus rendszert, hanem egy nagyon egyszerűen kezelhető homogén halmaszt alkotnak csak ezután válik lehetővé a számok és műveletek axiomatikus rendszerbe foglalása. Érdekes, ez csak a 19. századba következik be. Az, hogy előtte nem foglalták axiomatikus rendszerbe a számokat, az azt is tükrözi, hogy a régi összetett jelölés kicsit elvonta a lényegről a figyelmét az embereknek, és nem jöttek rá, hogy nagyon egyszerű szabályokból fölépíthető. Pedig ugye a motiváció ott volt Euclidésztől, e, e, ott van az axiomatikus geometriája, de az axiomatikus szám fogalomra nagyon sokat kellett várni, és előfeltétele volt a szép számjelölés. Aztán lehetővé vált a, ezzel a számjelöléssel bonyolultabb függvények értelmezése. Például az említett népi, ő, vezetében a logaritmus függvényt és a logaritmus táblázatokat ő számolja ki. Ez nagyon fontos volt abban az időben, a logaritmus segítségével szorzás-osztás hatványozás sokkal gyorsabban volt elvégezhető, mint a kézi műveletekkel. Ez további gyorsítást jelentett a számításokban. Aztán említettem, hogy a középkori matematikáról órákat lehetne beszélni, itt a, látjuk itt a itt hogy egyéb eredmények ezt a címet adtam ennek a, az öt oldalas résznek. Tallózok néhány olyat, ami a fizikában fontossá vált. Például a trigonometrikus függvényeknek a kidolgozása és a középkor e, terméke. Az ókorban már megvan a gondolat az ókori görögök a húrfüggvényt nevezték fontos függvénynek. Ez az itt az ábrán látható módon a teta tartozó ívhoz az egységsugarú körben, vagy ha nem egységsugarú kör, akkor leosztunk a körsugarával. Ez a kord függvénynek is nevezik, nem igen használjuk manapság. Mai szögfüggvények kifejezve könnyen bizonyítható, hogy kétszer színusz félként fejezhető ki. Erről például Ptolemaiosz, akit már sokszor emlegetünk, Tolemájosz csinált egy olyan táblázatot, ami fél fokonként ezzel a szexadecimális jelöléssel, maira átszámolva kb. 4,5 5 tizedes egy pontossággal számolja ezt a tartalmaz ezt a húrfüggvény táblázatot. Nagyon sokáig ez szolgál, szolgált táblázatként. Persze, Kicsit körülményes volt ebből mondjuk egy derékszögű háromszög oldalarányait kifejezni, de hozzáadva némi geometriai tudást meg lehetett, ezzel a húrfüggvényel fejezték ki nagyon sokáig a szögfüggvényeket. A mai színusz és koszinusz függvények, amiket egyszerűbb használni, mint ezt a húrfüggvényt, ezek Indiában jelennek meg, például az előbb említett brámagukta is dolgozott színusz és koszinusz táblázatok kiszámolásával. Nagyon részletes táblázatokat és sok tizedes egy pontosságú táblázatokat írnak föl az indiaiak, de ők már fölfedezik az első trigonometriai összefüggéseket is, mint például, hogy az 1 minusz színusz négyzet x az koszínusz négyzet x, az pedig színusz négyzet pi fél minusz x-ként is kifejezhető, és több más törvényt is már fölfedeztek az indiaiak. De a teljességét a szögfüggvények az arab matematikusok kezei közt érik el a 9. században. Erről is sokat lehetne beszélni, nem beszélünk idő hiányában, a csúcsot említem meg. A 14. században ö, odáig jutottak az arab matematikusok, például Alkasi, akinek említettem előbb a nevét, hogy egy ívperces lépésekben 9 egy pontosságú szögfüggvénytáblázatokat írtak föl, kézzel kiszámolva mindezeket. Nem csak türelmes számolók voltak, hanem rengeteg törvényszerűségét is ismerték a szögfüggvényeknek, ez is tette lehetővé ezt a nagy pontosságot, például ők már a színusz 3 alfának a kifejtését is ismerték szinusz alfa és koszinusz alfa kombinációiból. Vagy a gömbi geometriának a, az alapjait is nekik köszönhetjük. Gömbi geometria, itt a jobb oldali ábrán láthatjuk, nyilvánvalóan a földmérésben, a térképészetben fontosak ezek, a görbült földfelszínen nem tudunk egyeneseket húzni, és ezért a felszíni háromszögek görbült oldalakat tartalmaznak, ezeknek például a belső szögösszege nagyobb lesz, mint 180 fok, na ezeknek a törvényszerűségeit is arab matematikusok tárják föl. Vagy olyan bonyolult tételeket is bizonyítottak, mint ami itt van, ez a tetának a tangestet a hatványai szerinti kifejtése. Tehát ezek már a mai egyetemi szinten se tanított dolgok a legtöbb helyen. Ezeket a térképészetben és csillagászatban használták föl az arab, és később az európai, meg szerte a világon mindenféle más tudósok is. Az egyéb eredmények között mindenképpen meg kell említeni Al-Khwarizminak a nevét, akinek a teljes neve Mohamed Ibn Musa Al-Khwarizmi, és a művének a neve megpróbálom kiolvasni, mindjárt meglátjuk, hogy miért olvasom ki a nevét, Hiszab al Jebr al -mukabalach. Az arab kiejtésem nem a legjobb. Na, de azért talán fölismerhetünk egy-két dolgot ebben az egész, ebben a névben, illetve ebben a könyvcímben. Illetve mielőtt kitérek, erre ugye ez az alkvarizmi volt, akit a középkor bevezetőjében már említettem, aki kvarizm területén született és ott dolgozott, születése szerint perzsa matematikus volt. Nos, az egyenletrendezés szabályai, az algebr, ami a köv címében van, innen jön az algebra szavunk. A módszeres gondolkozás és probléma megoldás, az algarizmi, ez a szerző nevéből jön az algoritmus szavunk. És ez az a könyv, amit lefordítanak latinra, és ezen keresztül jön be Európába az arab számjelölés. Ezért nevezük arab számoknak, hát precízebb lenne hindu számoknak nevezni őket, de aztán a történetírás már csak ilyen, hogy nem mindig precízen jelöli meg az igazi forrást. Nos, Alkvarizmi műve a tudománytörténet egyik legnagyobb hatású műve a következő prezentációs oldal csak ezzel foglalkozik. Épít a korábbi eredményekre, de hozzá is tesz dolgokat. Az algebra, ami a, azt jelentette, hogy a dolgok rendbetétele, körülbelül lifordításban, itt jelenik meg a mai egyenletek fogalma, de még szövegesen. Tehát nem volt ez a kompakt egyenlet jelölés, hanem úgy fogalmazták meg, mint ahogy az általános iskola alsó tagozatában fogalmazunk meg ilyeneket, hogy hogy van valamennyi almánk, hogyha kétszer ennyi almánk lenne, de elvennénk belőle ötöt, akkor hat almánk lenne. Mennyi almánk volt kezdetben? Na szóval ilyen jellegű megfogalmazással nagyon bonyolult egyenleteket, máshozfokú egyenletek pontos és harmadfokú egyenletek közelítő megoldását végzi el, Ebben a, kül, ebben a műben alkvarizmi. Nem csak úgy találomra, hanem nagyon pontos egyenletrendezési szabályokat e, ír föl alkvarizmi. Először e, van ez így ledokumentálva. Például ezek a szabályok, hogy mindkét oldalból szabad azonosat elvenni, vagy vagy ha két mennyiség azonos, akkor egy pozitív számmal való szorzásuk is azonos eredményt ad, hogyha ugyanazzal a számmal szorozzuk, és a többi. Az egyenletrendezés szabályai innen származnak. Vagy az algoritmus, ö, tehát a módszeres m, ö, probléma megoldás, módszeres gondolkozásnak a, ö, a, koncepciója is itt rögzül. A nyomai megvannak a görögöknél, de, de igazán alkvarizmi az, aki fölírja ezeket, amire ráismerhetünk a mai probléma megoldásnál is, hogy ha van egy problémánk, akkor erő, először keressük ki, mi az az alapösszefüggés, amit erre fölírhatunk, nézzük meg, hogy mik az ismert és mik az ismeretlen tényezők ebbe, rendezzük az egyenletet, hogy egy oldalra kerüljenek az ismeretlen tényezők. Na, ez, amit mai napig is emlegetünk, ez itt, ebben a műben van először módszeresen leírva. Ennek az a jelentősége, hogy eszközt és módszert adott arra, hogy nagyon sokféle problémát e, tudjunk megoldani. Az ókori görögök sokkal többet adtak az intuícióra, az egyéni zseniális meglátásokra. Ami egyrésztről jó, másrésztről csak a nagyon zseniálisak tudják használni, ezzel szemben ez a módszeres probléma fölírás és kezelést lehet tanítani. Nagy tömegeknek is akár, és elsajátítható mindenki számára ez a dolog. És rá is merhetünk a mai matematika oktatásunkban is ezekre az elemekre, amik itt vannak. És az egyéb eredmények között még néhány dolgot szeretnék itt csak ötletszerűen felsorolni. Például a harmadfokú egyenletek pontos megoldása az már Európába következik be, egy Cardano nevű matematikus a 16. században írja föl, ugye előtte csak közelítőleg oldották meg ezeket. Itt merül föl a képzetes számoknak az ötlete, tehát egy teljesen új számfogalom. Aztán tetten érhető az első mai jellegű egyenletfelirás, az 15, egy 1557-es könyvben láthatjuk az első egyenlet felírását. Mit is jelent ez az egyenlet? Próbáljuk megértelmezni. Itt van egy egyenlőségjel, egy hosszú viszintes egyenlőségjel. Sajnos rossz felbontásba sikerült ezt a képet megszerezni. Itt ez egy hosszú egyenlőségjel. Itt egy jókora plusz jelet láthatunk. Itt egy számot, 15-öt, itt egy számot, 71-et mögéjettettek valami speciális jelet, hogy jelezzék, hogy ez egy szám. Tehát ez nem egy számi egy, hanem a, annak a jele, hogy ez itten egy szám. E, itt pedig ezt a krikszakszos jelet ma x-nek írnánk, a változó jel. Ezt most meg nem mondom, hogy melyik nyelvnek a karakterkészletéből van ez a jel. Ez az ismeretlennek a jele. Tehát ma úgy írnánk, hogy 14x plusz 15 egyelő 71 azért már nagyjából rá lehet ismerni. És aztán nem kell részletezni, hogy kicsit bonyolult a problémáknál a szöveges egyenletrendezésnél mennyivel jobb ez. Ez is a középkor terméke. Aztán pontos térképészeti, földmérési módszerek, vagy a függvénygrafikonok, amik a fizika történeté részben majd külön említést nyernek a jelentőségük miatt. Ez is mind a középkori matematika terméke. Azt mondhatjuk, hogy a középkor végére a matematika sokkal használhatóbbá és taníthatóvá, szélesebb körben befogadhatóvá válik, mint az ókorban volt. Nem csak a zsenik, a filozófiai iskoláknak a képviselői, hanem mindenki, akinek kellő türelme van, el tudja ezeket sajátítani. Tehát a középkori matematikai felfedezések, azok Megalapoztak annak, hogy bonyolultabb elméleteket tudjunk alkotni, gondoljunk például az egyenletre vagy a függvény fogalom kialakulására, pontosabb mérési és kiértékelési módszereket adtak, lehetővé tették, hogy automatizáljuk a számításokat, egységidal sokkal több számítást elvégezve, és megjelennek az első abstrakt matematikai fogalmak. Például az egy nagyon nagy ugrás volt, a nullának a megjelenése, vagy kicsit később az egyenletbe, hogy egy karaktert, egy, egy betűt tartunk föl az ismeretlennek, és azzal fejezzük ki az, a, az, isme, az összefüggést az ismeretlen és ismert mennyiségek között. Nagyon sok felfedezést a mai napig változatlan formába használunk, például a tízes számrendszert, a szinusz koszínusz függvényeket, vagy az egyenlet felírásnak a módszerei. Tehát látjuk, hogy a középkori matematika megalapozott annak, hogy egy óriási fejlődés induljon meg a középkor végén a fizikában. Köszönöm a figyelmet!